több mint egy hónap után újra elővesszük. A Yazhoz a Yet Another Zombie Survivors az már megjött, az augusztus végi patch, és szerencsére ma még a Halls of Tormenthez is megérkezett, úgyhogy ezt fogjuk gyorsan megkukkantani. Két új karakter érkezett, a Norseman és a Beast Huntress. Azt akarom megnézni, hogy ezt itt most valahol meg... Ott van. Így is jó nekem. A Norseman és a Beast Huntress. A Norseman egy olyan karakter, aki két kezében van egy fejsze, és hogyha ellenséget talál el, akkor szabadjára engedi a Frost Novát. A Beast Huntress pedig lányzsát dobál, ami átpírszel el elemiken, és van egy kutyusa, ami megvédi őt a közeli ellenségektől. Aztán vannak új képességek is, azt írták, hogy 4, vagy legalábbis, hogy 2, de most már 4, és kiderült, hogy közben 6 új képesség. Ez az Ice, Avalanche, Flamestrike, Arcane Rift, Spirit Warrior, Potion of Renewal és a Hallucinogen Elixir. Mert ugye amúgy ez valójában 4 képesség, ezek csak ilyen plusz itemek. Hallucinogen Elixir. Érdekes. Kaptunk új pályát is egyébként, új stage, a Frozen Depths, amit úgy oldunk fel, hogyha megöljük a fagy lovagot a Forgotten viadukton. Ezzel jönnek új ellenségek, 3 új egyedi boss, és az a pályához tartozó új lord is. Jött új elemental effect is, a Frost. A Frost az azt csinálja, hogy felrobban és sebez egy bizonyos területben. Akkor, hogyha a szörny, akin Frost van, az meghal, vagy eléri a 20-as stacket. Mi az, ami még itt érdekes? Jött egy új feature, a class mark, ami akkor érhető el, hogyha egy adott karakterrel elérted a 100-as szintet. Ugye akkor állókolódik a Master Quest, és ezzel a class markkal lehet azt csinálni, hogy egy másik klassznak a traitjeit is ki tudod választani. De ami ennél szerintem izgalmasabb és érdekesebb, az az Agony mód, ami akkor lesz elérhető, hogyha legyőzöd egy adott stage-nek a lordját, gondolom akkor azt a stage-et tudod Agony módba nyomni, és akkor a szörnyek száma, HP-ja és az XP drop dinamikusan skálázódik az alapján, hogy milyen a teljesítményed. És itt ezen a pályán lehet találni uncommon itemeket, amik erősebb verziói azoknak az itemeknek, amiket eddig szerezhettünk. Megjelennek champion szörnyek is most már, így ebben az agony módban. Ezek a championok random szörnyek, extra modifierrel és ability-vel. Ők ha elhullanak, akkor dobhatnak ability scrollt, uncommon itemet, aranyat, flaskát, vagy egy extra vödröt, amivel ugye ki lehet menteni az itemeket. Változtattak még azon is, hogy kevesebb HP-ja van az utolsó stage bossnak, de a nehézségén növeltek, gondolom nehezebb kikerülni a támadásait, ilyenek. Ja. Szerintem ennyi, ami így érdekes, izgalmas ezzel a patch nóttal kapcsolatban, úgyhogy én már kaptam közben egy achievementet, recoveröltem 100 000 HP-t összesen, nem tudom, hogy ez mit ad majd, megnézzük gyorsan. Ott van a jó kis shield maidenünk, a kedvencünk. Na, itt van a Frozen Depths. Hát nem tudok oda menni. Középre, kontrollárál. Jó. És akkor elvileg átkerült ide.
Ott van. A Frost Knight-nak a legyőzése, állokolja a Frozen Death-et, tehát akkor elvileg most már oda tudunk menni. Jó. Mark of the Sword. Mark of the Arrow. Ott vannak. Azt nem tudom, hogy az új karaktereket hogy lehet feloldani. Ott van. Le kell győzni a Basiliskust. Aha. Le kell győzni az Elder Giant-et. Hát akkor ez igazából nem is kérdés. Hozzuk a Shield Maiden-t. Hozzuk a Shield Maiden-t, és akkor bemegyünk az új pályára. Látjátok, ott be lehet nyomni az Agonit. Mert ott legyőztük a Lord bossokat, úgyhogy megyünk a Frozen Depths-re. Annyi még, hogy megnézzük, hogy milyen itemek vannak nálunk. Illetve, hogy tudunk-e ilyen blessinget nyomni, de ahogy látom, nem. Hát hozzuk inkább az XP-s amulettet, ami hát már csak 30%. 30% XP. És minden egyes szinttel csökken ez a plusz. Úgyhogy de amulett már nem olyan durva, mint annó. Akkor lehetne is hozzuk így? Márk, oda be lehet rakni a márkot, tök menő. Na, elrendem gyorsan itt ezt az inventory-t, és akkor nézzük meg a Frozen Depths-et. Hát ez az attack speed. Ilyen damage is. Bár damage-re úgy igazából nincs annyira szükségünk. Force. Minden támadás és ability-t növel. Duration, piercing, knockback. Wow, ez a channeling, ez menő amúgy. Ezt tetszik. Bár lehet, hogy a defense-en meg a block strength-en kéne növelni. Pickup range, base crit chance. Hát ez a 0,05%, ez nem tűnik valami durvának. Inkább akkor már a pickup range-en állítok egy kicsit. Base defense és 10% damage, az jöhet. Erre mondták, hogy akkor vigyázni kell, hogy be ne szoruljunk. Haját még attack speed. Range, jöhet a range is. Movement speed és regen. Pickup range. Legyen base regen akkor. Block strength. 10% damage main weapon hara. Igen, arról szó volt, hogy nerfelik az amulettet, János. De ha te is szerettél valamit, nyugodtan mondjad.
Meg nem lepődök meg annyira. Igazából van knockbackünk, azért gondoltam, hogy kérem a force-t. Mert persze lehet, hogy amúgy nincs hatása semmire. Ajaj. Sebzésünk sajnos, ugye? Hát én próbált is semmit, hogyha kezdő lettél volna. Azt most nagyon jön ez a boss. Ott van Frost Avalanche. Attack speed damage. Multi hit, na az. Hát mindjárt halunk, srácok. Bézregen. Ó, basszus, megcsípett. Jó? Mi? Te mi? Micsoda? Base HP regen. Jó, hát. Na, már legalább megöltünk 500 elemit. Base crit bónusz. Crit bónusz. Force. Ott az előbb, mint hogyha kapcsolt volna a fagyás, volt egy ilyen kék kör. Na, azt mondja, hogy Kugel Blitz. Ilyet, na, a Dragon's Breath az amúgy erős. Hát ez most ilyen, random build lesz. A fegyverre kértünk egy kis plusz sebzést. Burn chance, range.
Ó, hogyha azt a rudat törik szét, akkor van ez a kék kör. I see. Azt mondja, hogy van még itt metabolizm. Ott egy répa. Crit bónusz. Ez a 40%-os crit bónusz azért elég erős. Jó, láttam, hogy ezt level 25-től adja amúgy. Csak a level számok is egyébként ott szerintem újak. Base defense, movement speed. Úgy jöttek ilyen új lovagok. Ez jó lesz, hogyha ilyen lovagok lesznek itt. Legalább az XP-t jól adták. Movement speed és regen az jöhet amúgy. Újjól. Uff, komoly. Elhozzuk a sorcit. Nyomunk egy kis villámot. Na hát mit csináltunk? 500 enemit megöltünk. Középsőre megint nem tudom vinni. Azt mondja, hogy 10.000 enemi, a 10.000 olyan enemit kell megölni, aki jégből van. Bár akkor jöhetne az exterminálom igazából jeges területre. Mit szóltak? Na és akkor bőrnem is rámegyünk. Refundolunk egy kis damage-et. Bird damage. Tessék. Burn chance 50%, na nézzük. Jaja, nagyon jó cucca Dragon's Breath. Igen, igen. Hát ez a attack speed. Itt a range. Itt az area. Nem azért halnak ilyen gyorsan, mert hogy... Mert hogy olyan erős lenne a tűz a jegesek ellen. Csak szimplán ez egy erősebb build. Új basszus, ott majdnem beszoroltunk. Force és damage. Yeah.
Areá. Szóval valami itt probléma lehet, hogy az XP-t nem tudjuk felvenni olyan jól. Egy gyorsan. Tehát egy kis sereggel, meg egy kis movement speed. Nézzétek, ott egy gomba. Sebzés pluszba. Uff. 15% attack speed. Hány percnél jött vajon a boss? Most vagyunk 27-32-nél. Hát úgy néz ki, hogy most jött a boss. Hát ő elhullott. Hol a francba? Én is elhullok én. Fire Affinity, Area, Burn, Damage, Burn Chance. Az Astromer Orphoz kéne Movement Speed. Legyen a radiáns areá. Force és damage. Attack speed. Ilyet a multi-hit. Szerintem az működik ezzel. Miért a 12%-os movement speed? Ugye ők már az erősebb ellenfelek. Areá. Kérjük egy kis metabolizmot. Százalék range.
még range. Burn chance. Spin. Are a burn damage burn chance. Hashtag nagyon ég. Ez már 20%-os burn chance. Nem tudom, ennek van-e értelme ekkora burn chance-nak. Szorult a hurok. Force és damage. És totáztak erre a radiánt aurára. Jöttem base HP-t. Igen, itt írták, hogy itt könnyű beakadni, úgyhogy ez nehézsége. Regen és movement speed. Mi valami bosszos egyébként. Nagyon jó tikkál rajta a sebzésünk. Damage. Damage. Szerintem amúgy ezzel egy karaktert állokkoltunk, nem? Nem lehet? Damage és Base Force. Láttam, hogy 5800, 2900-at se lehet aztán. Attack spin. Nagyon jó multi hit. Komoly.
Hát ez nagyon komoly. Ez a boss. Elvileg mindjárt meghal. Ezzel elvileg. Na, szóval ezzel elvileg. Állokoltunk egy új karit. %50 damage, mert kapunk, és -5% lejön mindegyes elemért, aki a pickup range-emen belül van. Hát itt akkor válsz a kis pickup range-kán. Ott van Punitive Light, Fragile Light teszi és Affliction tesz az elemikre. Kiszedtem az 5-ös szintet ehhez a Radiance Lighthoz, és akkor így megkaptam a fejlesztését. Ez volt a tervem. Ilyet egy Meteor Strike. Burn damage. Elmehetnénk a scrollok felé. A reability is jöhet. Csak 18 perc van hátra. Pickup range az még jöhet. Ezek a kristályok szerencsére gyorsan elpusztulnak. Jöhet még pickup range. Meteor attack speed. Thank you.
Hát itt bármilyen HP-rege nem lett volna. Pom. Nagyobb arra. Bizát 26-nál járunk. Na, elvileg a meteort is most már tudni fogom fejleszteni. Bár... most már nem. Így nem. Még egy kis metabolizm. A burning crate. Ide jött a Beast Huntress. Ő a láncsa dobáló. Neki van kutyusa. Fú, hát ez kemény volt. Na nézzük, mit kapunk alapból. Semmit. HP és defense jöhet. Movement speed. Mert elsőnek a crit chance és a crit bónusz. Defense HP. Defense Block Strength és Attack Speed. Na ez lesz az útcsó, srácok. Megnézzük a Agony nehézséget. Jaj, szóval megnézzük az Agony nehézséget, csak azt kéne berakni. Ja, X-et kell nyomni. Aha. Mert a Transfiction. Hát ez nagyszerű volt, felvettük a mágnest. Kutyus ott ütögent. De menő. Az attack speed az szerintem ilyen must have stat. Ezzel egy sebez a kutyus.
ezen a pályán ez amúgy pláne jó. Ha mindenki izé összeáll. Ugye? Ugye fagyot rakunk fel egyébként a spear-rel. Kíváncsi leszek majd a Champion enemy-re, meg az Uncommon item-re, hogyha találkozunk olyannal. Ezek még csak sima íjászok. Base crit, chance crit, bónusz, weapon proficiency. Smart. Szerintem nem tudják eldönteni, hogy merre menjenek. Base crit chance. Amúgy... hát, hogy nagyon szépeket kriterünk. Fast Friction-nak kérünk Multistrike-ot. Nem akartam még felvenni, de most már mindegy. Azt szerintetek egy unique enemy lesz? Milyen durva tüzet húz maga után. Nem tudom, mit dobhatott. Ott nő amúgy az Agony. Agony nullánál vagyunk. Ice sebzés. 15%-os ice sebzés növekedés. Attack speed, az egyértelmű.
Ez a 20% most rossz sansz, azért látványos. Morganius, Jesus, hát ezer meg egy éve. Rizós. Szörnyeket idéz. 20% multisztrák. Ezt kimentjük. Most mi van? Nem engedte kijelölni. Van-e parancsol, hogy mi a game? Felkelt el info, de egyébként látszódik. Mármint, hogy látszódnia kéne. Halls of Torment a neve. Százalék damage. Kéne úgy fegyvert fejlesztene. Költözöl vissza egyetemre? Akkor beindul az élet.
Jó, most fel kell húzni egy képességet 5-re. Igen, nagyon kellenek a területi skillek ennek a karakternek. Például ez az új frostos képesség. Jaja, ez ilyen Vampire Survivors és Diablo mix egyébként. Szia, Adri. Jól vagy? Van még egy ehhez hasonló játék egyébként. Megpuskázom, ez egy demo. Death Must Die. Hogy meglőttek, Jaj, de jó, síró angyalok. Tudom már, mi hiányzott egy elit. Látod, a csátra nézte azt.
Majdnem haltam. Na, Frost Avalanche végre tudna fejlődni. Transfiction most már hátrafele is sebez. Kutya, attack speed, wow. Nem tudom, hogy csináljuk, hogy még mindig élünk. Szia, Leorik! A támadás projekt? Hát alig van HP, meg HP regelem sincs nagyon. Jó, hát ez eddig tartott, tehát most már itt nem nagyon tudtam kikerülni semmit. Azt mondja, hogy burn chance adjam. Elment az utolsó revive-unk is egyébként. Nem próbáltam még a Wayfinder-t. Az az FPS, igaz? Én csak a Viewfinder-t próbáltam. Jó, kérünk movement speed-et meg base regent. Jaj, basszus. Két millió jégsebzés egy kör alatt. Jézus. Na persze. Mondjuk, ha beszorítanál, az tök jó lenne. Hát az Agonit nem tudtuk kipróbálni, de legalább állokkoltunk egy új képességet, az Arcane Riftet. Ah, ez, igen, ez alap képessége a Beast Huntressnek. Most jött be, az új pályán lehet állokkolni. Van kutyusa. Köszi. Na hát, srácok, láthatatok egy kis darabot a Beast Huntressből, meg az új pályából, hogy milyen. Hát az Agony szintet egyáltalán nem tudtuk kihasználni, mert hogy nem volt olyan jó a karakter. Mármint, hogy nem a karakterrel volt gond, hanem azzal, hogy én nem buildeltem őt jól. De azért szereztünk achievementeket. Mennyit szereztünk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 achievementet szereztünk a 243-ból.
És hát azért még lesz mit csinálni. Itt van például a Norseman, őt is meg akarom majd még szerezni, ő lett az újabb kari a Beast Huntress mellett, úgyhogy megpróbáljuk ezt a pályát majd kimaxolni, megölni az összes bosst, megölni a Lordot, és még jobban megismerkedni az új karakterekkel, meg persze kihasználni az agoni módot. Ja, és hogyha összejön, bár nem hiszem, akkor valamelyik karakterrel a 100-as szint, az így nagyon király lenne, mert ha az összejön, akkor tudjuk használni ezeket a márkokat. Ez ilyen új cucc. Arra is kíváncsi vagyok, hogy így milyen. Ja, agoni 4-et kell elérni? Ó, akkor nem is a 100-as szint kell, hanem az agoni level. Aha. Ó. Na hát ez új info. Agoni level 4-re kell menni. Azaz nagyon ütős buildet kell összehozni az adott karakterrel. Jól van. Egy kicsit belekukkantottunk a Halls of Torment augusztus végi patchébe. Tök jó, hogy jött content a játékhoz, mert már egy jó pár hónapja nem volt semmi. Az igaz, hogy augusztus, pontosabban július vége óta ki lehetett próbálni a beta branchen az újdonságokat, viszont én nem akartam így átállítani, mert nem akartam, hogy gond legyen a save file-ommal, meg semmi ilyesmi, meg legalább most tudjátok, hogy ti is ki tudjátok próbálni ezt a frissítést, hogyha megvan a játék természetesen. Aranyos egyébként a kutya, hogy is süsülött a karakter mellett. Mindenesetre ez most ennyi lett volna.